Apám. Lénárd Sándor írása. Középkori orvosok így mondták a kétségbeesés pillanataiban: még Galénusz, az orvosok fejedelmesen menthette meg apját a haláltól. Egyikünk sem teheti meg. És ha tollunkkal szeretnénk megőrizni apánkat, ráébredünk, hogy egy ismeretlen nyomán járunk. Amikor együtt játszottunk, még kicsik voltunk. Amikor vitatkoztunk vele, még tapasztalatlanok. Amikor túl akartuk őt szárnyalni, erőtlenek. Tehetetlenek vagyunk a saját halálunknál is kegyetlenebb halállal szemben. Kegyetlenebb, mert megmutatja, hogyan tűnik el egy ember először a föld színéről, majd az emlékezetből. Az utolsó nap után hosszan sorakoznak a lassanként eltűnő napok. Egy élet fényeit árnyék takarja el. Az ezer forma, amelyből az élet állt, hamuvá válik és homokká. A halál csak kezdet, a feledés később jön. Az ember élete azokkal együtt tűnik el, akik ismerték őt. Az ősszel lehulló falevelek magukkal viszik a színeket, és ami megmarad, a kopárfa, már nem e világba való. Mi marad egy életből, ha nincs több tanú? Ha nem sikerül megoldani egy korszak problémáit, akkor egy idő után nem törődnek velük. Egész országok lesznek koldussá elűzött uraikkal együtt. Az egyikkor hősei egy másik bohócaivá válnak, egy évad arany érdemrendje a következő évad farsangi mulatságainak lesz kelléke. Hová lettek az egykori városok? Változnak az utak, hidak, épületek. Egyes országok nevet változtatnak, mások eltűnnek. A szent határokból már a térkép vörös vonalai sem maradtak meg. Elméletek dőlnek meg, igazságok helyébe új igazságok lépnek. A tegnap dogmái elolvadnak, mint a tavalyi hó. Senkit sem menthetünk meg a haláltól, sem szeretettel, sem eszmékkel. Apám sózott halat árult. Ez minden, mit egy Horácius mondani tudott hőn szeretett apjáról. A halott átkel a léte folyón Káron ladikjában, nyelve alatt egy apró pénzérmével, de korának minden gazdagsága követi őt a holtak világába. A halott nyomán kelnek itt a földön a nyugalom ellenségei, a legendák. Éppen a legnagyobbak, császárok, királyok, hadvezérek esnek nekik áldozatul. Soha el nem mesélt anekdotákat, ki nem mondott szavakat, kétes hitelű aforizmákat adnak annak a szájába, aki már nem védekezhet. Nagy auktorok költenek halált hozó legendákat, és aztán így lesz belőlük, még a világ-világ, az, ki királyságát akart adni egy lóért, az, ki temetni öt Cézárt nem dicsérni, hanem történik ennél is rosszabb a századok óta halott néma szereplővel. A feladat lehetetlen feladat. De megkísérelni a lehetetlent. Talán nem ez a legnagyobb kihívás. Az élet maga mi más, ha nem kihívások sorozata? Én is megkísérlem. Fél évszázad távolságából idézek fel néhány évet apám, számomra a világon a legjobb ember, Lénárd Jenő életéből. Apámat elvitte a háború, az akkor kezdődő háború. A város, ahol jelentkeznie kellett, Osziek volt, legalábbis ha mai nevén hívjuk, akkor még Eszék volt a neve. A háborúk mindent megváltoztatnak. Egy magyar kisvárosból horvát kisváros lesz, a horvátból jugoszláv, csak a Dráva vize folyik tovább, anélkül, hogy érdekelné, miért kelnek át rajta, hol a szultán janicsárjai, hol a magyar király huszárai, miért parádéznek a partján, hol a németek, hol az oroszok egyenruhái. A hadviselés történetét elmossa a víz. Eszék a háború kitörésekor
A kitörés valójában hazug szó, a háborút miniszterek és generálisok kívánságára robbantják ki. Egy olyannyira békés kis helység volt, hogy apám azonnal odahívta családját is. Kellemes dunai hajóúton jutott el az utazó a Dráváig, ahol már egy másik hajó várta. Apám 38 éves volt és a filozófia doktora. A katonai hatóságok, legalábbis a háború elején, túl öregnek tartották őt ahhoz, hogy része lehessen abban a dicsőségben, amit puskával, szuronnyal a kézben rohanva szokás kivívni. A doktori cím ráadásul tanárt jelentett. Így lett apám, mivel jól beszélte a császár nyelvét, a németet is, tanár, egy tisztképző tanfolyamon. A szolgálati szabályzatot, Mars bibliáját tanította, és a tábori ágyuk használatát. Az ágyú, a szent szabályzat szerint, ultima ratio regis, és a király, ez esetben császár, a háborúba való belépését szinte pápai gesztussal jelentette be. Ich habe alles reiflich überlegt. Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam. Így nem sokat láttunk a háborúból, mely, ezt szentül hittük, sohasem érhet a közelünkbe. Ha puskás tiszteket láttunk, biztosak lehettünk abban, hogy vadkacsavadászatra indulnak a folyóparti erdőbe. A legfontosabb esemény a császár uralkodásának évfordulója volt. Uralkodói jó szándékáért mondott ünnepi misével, és olyan sok egyenruha, kitüntetés és aranyszalag felvonultatásával, hogy még a fiúcskák sem kételkedtek a végső győzelemben. Egyszer még a modern háború legfélelmetesebb eszközét is megnéztük, egy repülőgépet. A kis farepülő a kékruhás tisztek és fehérruhás feleségeik feje fölé emelkedett, és eltűnt az ádáz ellenség irányában. Már senki sem kételkedett abban, hogy a háború kimenetele egy pillanat alatt el fog dőlni. Apám minden reggel korán kivonult tanítványaival és egy kis modellágyúval, a trombitás egy indulót fújt. Biztos voltam abban, hogy az osztrák-magyar birodalom a trombita jelekben is felülmúlja minden ellenségét. Még ma is mély meggyőződésem, hogyha pusztán a zenén múlik, a győzelem a miénk lett volna. Minden kürtjelet, a zupától, a tüzeig, a nagy Joseph Haydn szerzett. Olyan fülbemászóak voltak, hogy nem csak a katonák, hanem a lovak is tudták, mikor kell megállniuk, mikor elindulniuk. Érdemes megemlíteni, hogy a háború után Ausztria és Magyarország mindent, ami közös volt, elosztott, minden megyét, minden jelzőt, de a ketté választott hadseregek továbbra is megtartották Haydn zenéjét. Anyám ápolónő volt a kórházban. Hamarosan ő látta a legtisztábban a háborút. A kórház a hozzá nem értés és az előrelátásra való képtelenség szigete volt. Egy alak, aki a kevésbé dicsőséges időkben szülészként működött, és nagy ritkán megkockáztatott egy-egy nőgyógyászati műtétet, most, nem ritkán életében először olyan szerveket operált, melyekhez még sosem nyúlt. A vatta és kötéstartalék az első csata után kifogyott, hiszen a hadvezetés biztos volt abban, hogy ez lesz az első és egyben utolsó ütközet. A kórházi csaták győztese a genny volt, túlerőben minden csatatéren. Ha messze tőlünk a farepülőgépé volt a győzelem, a közelünkben a genny már győzött. Lehet, hogy a hadvezetés mégsem látott mindent előre. A kaszárnya építése és használata is nélkülözte az előrelátást. Egy napon apám munkája végeztével kilépett első emeleti irodájából. Hangos, robbanásszerű zajt hallott. Újból benyitott az irodába, a második és a harmadik emeleti bútorokat a leomlott mennyezetig érő kukoricahegy borította be. De nem a gaz ellenség lőtte szét az épületet. A kaszárnya parancsnoksága elrendelte, hogy a kukoricát, melyet egy lovasosztaktól vásároltak meg, biztonságos helyen a padláson raktározzák el. A kukoricahegy elég nagy volt ahhoz, hogy a mennyezet beomlásakor a bútorokkal együtt egy filozófia doktort is maga alá temessen. Ez volt az első életveszély, melyet apám túlélt a halálnak ebben a forgatagában, mely az országok dicső hadjárataival kezdődött 1914-ben. Túlélni. Ez lett, és még hosszú ideig ez is maradt az emberek legfontosabb tevékenysége. Nem sokkal később a hadvezetés is átállt erre a dicstelen, ám szükséges tevékenységre. A szerbek döntő győzelmeket arattak.
A tisztek családjainak azonnal el kellett hagyniuk a várost. Nem a kényelmes dunai hajókon, hanem egy nyomorúságos, menekültektől zsúfolt, puskalövések juggatta vagonokkal futó vonaton. Egy álmatlan éjszaka után viszont láttuk Budapestet, a békésen alvó, győzelmet álmodó várost. Mi, az apámtól meghatározatlan időre elválasztott menekültek, abban a percben többet tudtunk, mint az egész város. Tirol messze van Eszéktől. De a háború lassanként és egyre inkább beláthatatlan káosszá változott. A magyarok, akik az első ütközetnél csónakokkal keltek át a Dunán, sejthették-e, hogy ugyanaz a háború az óceánon flottáival és seregeivel átkelő amerikaiakkal fog végződni? És hogy eközben messze Magyarországtól kitör majd egy olasz-osztrák háború, melyben a magyar csapatoknak is részt kell venniük? Apám egy szép napon egy ágyús erődütekben találta magát. Az erőd hiányzott, mert az Alpokban nincsenek erődök, ott minden hegy erőd. Állása egy hegy közelében volt, jobban mondva ott, ahol ma egy nem különösen híres, csak néhány turista által ismert hegy, akkor győzelmek és vereségek jelképe áll, a Koldilána. Az osztrákok elfoglalták és védték a csúcsot. Az olaszok elhatározták, hogy meghódítják. Már a középkori harcok során felfedezték, hogy egy íjászok védte hegycsúcsot nem lehet a hegyoldalon felkapaszkodó lovassággal bevenni. A franciák részénél tanulták meg a leckét, a modern idők tisztjei megtanulhatták a katonai akadémiákon. Volt még egy megoldás. Alagutat ásni a csúcs alatt, elhelyezni a vájatokban az összes fellelhető dinamitot, és felrobbantani. Verne Gyula könyveiben, a fiatalok és a generálisok kedvelt olvasmányaiban szép illusztrációk találhatók egész hegyek felrobbantásáról. A generálisok álmodozók. Az osztrák generálisok kellemes római sétákról képzelődtek, miközben bombázták, támadták és átlépték az Isonzót, a Tajamentót, a Piávét, az Adigét, a Pót. Azt hitték, hogy játszva lassanként eljutnak Rómáig. És akkor az olaszok majd feladják. Az olasz generálisok a Koldilánán egy cseppet sem kevésbé zseniális szisztémával kísérleteztek, úgy tervezték alagutatásnak a hegyekbe, és a levegőbe röpítik őket, egyiket a másik után. Játszva elérik Bécset, és akkor majd Ferenc Jóska feladja. A logikával lehet történeteket szőni, de emberi sorsokat nem. Főleg a háborúban nem. Végül is egy magyar filozófusnak nem kellene az osztrák Alpokba kerülnie, és arra várnia, hogy néhány olasz, amint jól tudjuk, csupa békés természetű ember, felrobbantson egy hegycsúcsot csak azért, hogy a tájképét megváltoztassa. A logikátlan és előre láthatatlan események újabb sorozata Törökországba vezette apámat. Törökország, ha valaki már elfelejtette volna, akkoriban szövetségesünk volt. Az ilyesmiről könnyű megfeledkezni, Versailles-ban még a győztes San Marino és a vesztes Törökország közötti békekötést is elfelejtették. A háború még 20 éven át folytatódott, amíg valaki észre nem vette. Egy magyar miniszter, aki iskolatársa volt apámnak és Robert bátyjának, találkozott ez utóbbival, és megkérdezte tőle, hogy apám, aki nyelvészként is híres volt, beszél-e törökül. A jó Robert részletesen megírta neki. Rajta azonnal kezdj el törökül tanulni. A magyar kormánynak szüksége van valakire, aki tud franciául és törökül. Neked nem sok hiányzik hozzá. Expedíciót akarnak szervezni Kis-Ázsiába. A győzelem után szükségünk lesz arra, hogy jól ismerjük szövetségesünket. Szerencsére, a szerencse ezer arcú, apám nyaktáji furunkulust kapott, egy kellemetlen és akkoriban nehezen gyógyítható betegséget. És szerencsére, micsoda makacs istennő,
A Bruneki katonai kórház parancsnoka egy magyar orvos volt, aki azon búsult, hogy mindig csak németül kell beszélnie, és nincs magyar társasága. A kezelés hosszadalmas volt. Ez idő alatt apám keményen dolgozott, a pár ágyúból álló üteg parancsnoka a szenvedélyes nyelvésszé vedlett vissza. Megszerezte utolsó hadjáratának fegyvereit, 1000 török szót. Amikor megérkezett a parancs, bátran indult Konstantinápolyba. Konstantinápoly, a szultán városa, akkor még kellemesen középkori város volt. A törököket nem zavarta a háború. Kétségtelen, hogy nagy előnnyel rendelkeztek az osztrák-magyar birodalommal és Németországgal szemben, elveszítették az elmúlt 200 év minden háborúját. Túlélték Görögország, Líbia, Egyiptom és a Balkán nagy részének elvesztését. Ezért a törökök már ismerték azt a nagy igazságot, amelyet mi akkor tanulgattunk. Nem törték a fejüket azon a magyarok számára oly kínzó rejtélyen, hogy miért léptek be a háborúba. Hadseregük leghatalmasabb pasája, Golcz pasa, porosz tiszt volt. Ő talán tudta miért. A törökök csak azt tudták a háborúkról, hogy azért lesz a győzelem, akit Allah kijelöl. Ebben valóban tökéletesen igazuk volt. Barátságuk a magyarokkal felhőtlen volt. 400 év szüntelen küzdelmei után nem is lehetne másra számítani. 400 év hasztalan háborúskodása őszinte megértést eredményezett a két nép között. Allah gondoskodása már összegyűjtött néhány békeszerető magyart a szép városban. Ott volt Zsinka professzor, aki ótörökül is tudott olvasni, Széchenyi pasa, aki 30 évvel ezelőtt érkezett a tűzoltóság parancsnokaként, és az évek során túl terebélyes lett ahhoz, hogy visszautazhasson. Az igaz hitű arab kereskedők, Allah és földi helytartójának a szultánnak hűséges fiai megtalálták a módját, hogyan láthatják el a várost a lelkek derűjéhez szükséges mennyiségű kávéval. A rangos török tisztviselők tudtak annyit franciául, hogy a Sajgó nyakkal biflázott török szavak minden tárgyaláshoz elegendőnek bizonyultak. Apám csak hamar elindíthatta az expedíciót. Minden kalandregény olvasó tud néhány dolgot az expedíciókról. Az északi sarkra indulók kutyákat vásárolnak, az Afrikába készülők csomaghordó négereket, egyéb helyekre lovak kellenek. Mint hogy Törökország egyéb hely volt, apám lovakat vett Konstantinápolyban, és az expedíció nekivágott az ismeretlen földnek, olyan tájakon keresztül, melyek nem tűntek sem barátságosnak, sem ellenségesnek, hanem mint egy középkori ország. A mi századunkon kívülinek. Levelet úgy lehetett küldeni, hogy vissza kellett szalasztani egy lovast Konstantinápolyba, és várni visszatérését. Az expedíció résztvevői kedves emberek voltak. Csak egy magát tatárnak mondó, azaz mongol etnológussal akadt kisebb kellemetlenségük. A mongol tiszta, mint az arany, hangoztatta és hozzátette, és az arany nem fürdik. Külön sátorban kellett elhelyezni. Egyetlen válságos esemény történt az út során. Apám váratlanul vérhast kapott. Az igazi vérhast, mely a háború alatt teljes hadosztályokat semmisített meg Oroszországban és a Balkánon. Hatásos gyógyszereket még nem találtak fel, és az első segélydobozban, melyet az expedíció magával hozott, a bélműködési zavarokra való egyetlen orvosság a katonaorvosok szent ricinus olaja volt. Amikor apám mesztelenül fekve sátrában eszméletét vesztette, társai elhatározták, hogy még egy kétségbeesett kísérletet tesznek. Úgy, ahogy volt, belecsavarták egy pokrócba, és elvitték a legközelebbi faluba annak reményében, hogy ott talán találnak egy orvos vagy patikust. Maguk szerencsés emberek, mondta egy tekintélyes helyi paraszt, saját orvosunk, patikusunk ugyan nincs, nem a piacnap van, és jön egy. A betegek már a piac téren vannak.
Valóban, a tér egy sarkában, melyet még nem foglaltak el az eladó dinnyék és szamarak, már jó néhány beteg várakozott, némelyikük éppen olyan állapotban, mint a katonai expedíció e pillanatban kevéssé méltóság teljes parancsnoka, akit társai takaróstól a földre fektettek. Ő maga mindenről nem vett tudomást, és csak négy társa elbeszélése alapján számolhatott be később a történtekről. Jött az orvos, vagy sarlatán, dervis. Azonnal felállította a diagnózist, zsebében volt az orvosság, és rögtön be is adta a betegnek. Sorban, a hasba 24 injekciót, összerűen a köldök vonalán. Természetesen a katonákból, parasztokból, betegekből és szamarakból álló közönség szeme láttára. Majd benyújtotta a számlát, és így szólt, rendben, túl van az életveszélyen. Csabuk, indulás haza! Másnap apám vidáman szürcsölte teáját. Az orvosság használt. Mit higgyünk? Lehetséges, hogy a dervisnek volt egy vérhas elleni csodaszere, egy titkos antibiotikuma. Vagy hogy nem adott semmiféle injekciót, hanem kínai akupunktúrával kezelte a beteget. Lehet, hogy kínai vagy mongol dervis volt. Ez titok marad. De apám sosem vonta kétségbe azt, hogy éppen ezen a titokzatos emberen múlt hazatérése. Az eszéki kaszárnya beomlott mennyezete, a koldilána ágyú lövései, vérhas egy török piacon. A halál háromszor járt a közelében, és tovább lépett. Még nem érkezett el az ő órája. Még hazatérhetett, még éveket tölthetett családja körében, fájdalmasan kevés évet. Senkinek nem volt fogalma, hogyan lehetne átjutni a megosztott Balkánon. A francia megszállás alatt levő Bulgárián, a szinte teljesen lerombolt, de magát győztesnek érző Szerbián, a németek által legyőzött és most a magyarokon bosszút állni kész Románián, Görögországon, mely ellenségesen tekintett bármire, ami török oldalról jött. Egy lovat szerezni és átvágni Európának azon a részén, ahol a háború egy tucat országban helyi harcokkal folytatódott. Reménytelen terv volt. Mi otthon vártunk, megzavarodva és kétségbeesve. Magyarországon Károly gróf mérsékelt kormányát felváltotta a kommunistáké. Voltak olyan percek, amikor anyám nagyobb biztonságban tudta férjét valahol a Fekete-tenger partján, mint a budapesti operaház környékén egy polgári házban. De annyit tudok, hogy mivel semmi esélye sem volt annak, hogy híreket kapjon, aggodalomtól és kétségbeeséstől hajtva elment egy napon egy jósnőhöz, akinek az információi akkoriban nem voltak kevésbé megbízhatóak, mint az új rendszer napilapjaiban terjesztett hírek. A jósnő valószínűtlen választ adott. Legyen nyugodt, a férje hajón van, a tengeren érkezik. Ez a válasz nem érdemelt sok hitelt, hiszen a hadifoglyok gyalog tértek vissza a világ minden tájáról.
ám igaznak bizonyult. A Konstantinápolyból induló hajó nem volt luxus jármű. Talán olasz hajó volt, mely a törököknél töltött évek után egy adriai kikötő felé vette útját. A kapitány rendelkezésére álló egyetlen információ ez volt, a görög tengeren áthajózva az Adria bejáratánál aknamezők vannak. A jó szerencsén múlott, hogy elkerülték őket. Apám elővigyázatból a fedélzeten aludt. Úgy gondolta, hogy robbanás esetén biztosabb úszni, mint elsüllyedni. Mint Odüsszeusz, aki az árbóchoz köttette magát, hogy megmeneküljön a szirénektől, melkasára kötött egy szíjat, és az árbóchoz erősítette. Nem tudom végül, hol kötött ki a hajó. Valószínűleg egy olyan helyen, ahol apám meg tudta értetni magát olaszul és angolul, és a festői hajót vonatra cserélte, mely amerikai élelmiszert szállított a szegény magyar gyerekek számára. Apám éjjel érkezett meg, életem egyik legemlékezetesebb éjjelén, felismerhetetlenül, hosszú szakállal, koffer nélkül, zsebében két ezüst tojást tartóval, ez volt a hadizsákmány, ajándék a gyerekeknek. Ha mi nehezen ismertünk rá, bizonyára ő is nehezen ismert a boldog békeidők városára, az 1919 előtti Budapestre. Egy boldog várost hagyott ott, mondhatni egy túlzottan boldog várost, ahol csak néhány töpörödött öregasszony emlékezett háborúra, és ez a háború egyetlen ütközetből állt Ausztria és Poroszország között. A háborút kitörésekor mindenki farsangi mulatságnak, vidám nyári hadgyakorlatnak képzelte, mely alkalmat ad a tiszteknek, hogy felvegyék díszuniformisukat, fehér kesztyűiket. A győzelem biztos volt, hiszen minden iskolakönyvben az állt, hogy a pirosnadrágos magyar huszár a világ legjobb katonája. Az újságok nem hagytak kétséget afelől, hogy a csepnyi Szerbiát 4 hét alatt legyőzik. Még én is emlékszem a magyar zászlóval rohanó fiatalok csapataira. Máig sem értem, miért ölelkeztek össze az utcán az ismeretlenek, és miért fejezték ki egymásnak jó kívánságaikat a nagy esemény örömére. A magyarok, akik általában nem lelkesedtek a német nyelv iránt, 2 nap alatt megtanulták a Die Wachtam Rheint énekelni, és nagyszabású ünnepség keretében átkeresztelték az egyik főutat Vilmos császár útjára. Az út a magyarok politikai járatlanságának szimbólumaként még akkor is megtartotta ezt a nevet, amikor a császár már régen fát fűrészelt egy holland kertes lakudvarán. Ferenc József császár biztosította alattvalóit arról, hogy mindent meggondolt és megfontolt, és ingyen, bár idő előtt osztogatott fényképén, a végső győzelemért imádkozva ábrázolták. Talán anyám volt az első, aki kételkedni kezdett, ha nem is a császár bölcsességében, de a felső hadvezetés hozzáértésében. Felfedezte, hogy a Budapesten jelentkező, behívott parasztoknak azt parancsolták, hogy 48 órára való élelmet hozzanak magukkal, és ezután 8 napig kellett várniuk a hadsereg első levesére. A katonai ügyekbe beavatkozva, anyám hatalmas lábosokban kolbászos levest főzött. A katonák pedig sorba álltak csajkájukkal a sárga léért, és alázatosan mondtak köszönetet anyám hazafias tettéért. Apám még mielőtt behívták volna, jelentkezett. Kopott, tartalékos hadnagyi egyenruhájában. Ám azonnal nézeteltérése támadt az őt körülvevő sok háború szakértővel, mivel ő több évig élt Angliában, úgy gondolta, hogy az angolok be fognak avatkozni. Ezzel a véleményével nagy derültséget keltett. Még azt is kimerészelte jelenteni, hogy a háború talán 1,5 évig is eltarthat. Ezek után már senki sem vette őt komolyan. A vidámság és a városon átvonuló katonai zenekarok ideje már a kommunista kormány előtt lejárt. Jobb híján így nevezem ezt a kormányt, mert nem találok megfelelőbb kifejezést egy egész országot igazgató, egyben kizsákmányoló és megfélemlítő rendszerre. Apám hazatérésekor mindebből már nem sok maradt. A rendszer széthullása már megkezdődött. De még annyi ideje hátra volt, hogy az elmúlt hónapokban történtekről apámnak is lehessen valami fogalma. Ide másolok egy mondatot anyám naplójából. Hazatérésekor férjem kitűnő dolognak tartotta a kommunizmust. 2 nap múlva már ő is tudta, hogy mindnyájan rablók és banditák áldozatai vagyunk.
Semmi a világon nem olyan nehéz, mint kijelenteni egy történelmi igazságot, vagy véleményt mondani a kormányról, melyről apám olyan hirtelen ítélkezett. Bizonyos történelemkönyveket olvasva, a Magyar Tanácsköztársaság dicsőséges, idealista vállalkozás volt. A Horthy kormányzó korabeli könyvek, újságok még véletlenül sem ejtettek egy jó szót erről az időszakról, amelyet a közjog bitorlói által elkövetett szégyenletes vállalkozásnak tituláltak. A sztálini idő kommunista kormányának vezetője, Rákosi úr, bölcsen hallgatott. 1919. augusztusában Budapest népe már nem tudta, kihez forduljon. Várta a román csapatokat, remélte, hogy franciák és angolok jönnek, és lehetőleg valami ehetőt is hoznak. Vonatot várt amerikai egyházközségektől, melyek meg voltak győződve arról, hogy egy szenvedő országot kemény kakaóízű kaláccsal lehet megvigasztalni. Ehelyett apám volt, aki ezekben a drámai napokban megérkezett, és elszántan munkát keresett. A munkakeresés békeidőben is igen nehéz feladat. Jóval nehezebb egy olyan városban, ahol még a miniszterek is állástalanok. Apám Mencsvára mindig barátai, ismerősei voltak, mindenhol kedvelték, és mindig számíthatott egy angol püspökre, aki kihozza a török temető mögötti fogolytáborból, avagy egy régi budapesti ismerősre. Még ha nem is hívhatták meg őt egy-egy gulyás ebédre tokai borral, újabb háborús áldozatok, ötletekkel mégis elláthatták. Esetünkben Polnai úr volt ez a barát. A békeidőben az egyetlen magyar folyami és tengeri hajózási vállalkozás tulajdonosa és igazgatója. A folyamok és a tengerek elvesztek, így ő is munka után nézett, és mivel jó kapcsolatai voltak, népélelmezési miniszter lett. A miniszter úrnak fogalma sem volt, hol találhatna a tanács tökön kívül valami más élelmet. Tervei nem voltak, sem beosztottjai. Ő volt az, aki felajánlotta apámnak, ha nem is a legjobb állást, sem a legjobb fizetést, de bizonyosan a leghangzatosabb címet, legalábbis annak számára, akinek igen naív elképzelései vannak a történelemről. Helyben kinevezte államtitkárnak. Az államtitkársághoz először is jó angol nyelvtudást szükségeltetett, melynek segítségével rá lehet venni a győztes Nagy-Britániát, hogy küldjön plétehén tejet, tin kaost, így nevezték a hősi időkben ezt a nélkülözhetetlen terméket. Azáltal, hogy egy élelmiszerszállító amerikai vonaton érkezett, apám megszerezte az államtitkársághoz szükséges összes tapasztalatot. A politikai események gyors egymás utánjában, a román csapatok érkezésekor a magyar kormányok sűrűn váltakoztak. A nagyméltóságú miniszter egy hét elteltével igen bölcsen úgy határozott, hogy lehúzza a redőnyt, és visszatérve régi foglalkozásához megkísérel egy-két hajót a Dunára bocsátani. Nem volt már szükség sem államtitkárra, sem portásra, a szó szerint éhen halt népélelmezési minisztériumban. Akkor ő méltóságának, a méltóságos cím életre szólt, támadt egy újabb ötlete. Apám, mielőtt megnősült, egy-két évet töltött a Fiumei magyar kikötőben. Hogy mivel foglalkozott, nem jegyezték fel a történelem lapjain. Úgy hiszem, Großvater Karl küldte őt oda, hogy tanulmányozza, hogyan működik egy tengeri kikötő. Nem lehetetlen, hogy már akkoriban apróbb megbízatásokat végzett Polnai úr vállalata számára. Egyedül azt tudom biztosan, hogy nem csak az olaszt, hanem a partvidék venetói tájszólását is hibátlanul megtanulta, lelkesen evezett egy sportklubban, és sok kedves hűbarátra tett szert. Miután éveken át annak a célnak élt, hogy mielőbb eljusson Budapestre, most dédelgetett terve kétségtelenül az volt, hogy mihamarabb fogja a családját, és a lehető leggyorsabban elmeneküljön onnan. Polnai úr megkérte apámat, utazzon Fiuméba, mint képviselője. Hajói voltak a kikötőben, melyek a háború alatt ott ragadtak. Fiume képzeletünkben a béke oázisaként élt.
ahol nem jártak sem oroszok, sem románok, és ahol apám elbeszélése szerint a boldog polgárok sült rákot ettek, és egy igen kedves magyarasszonyság ismerte az üvegkeménységű karamellás mandaringerezdek készítésének művészetét. Csak oda jutni volt nehéz. A ma már legendának számító békeidőkben este felült az ember a vonatra, és másnap már rákot evett ebédre Fiuméban. A háború, jobban mondva a béke, átjárhatatlan határvonalakat húzott, és ezen felül bevezette az európaiak számára eddig szinte ismeretlen találmányokat, az útleveleket, és, hogy még érdekesebb legyen, a vízumokat, melyek nélkül azok mit sem értek. Hogy milyen jelentős személyiség volt apám, illetve Polnai úr, az bizonyítja, hogy sikerült szertenniük ezekre a papírokra. Aki Fiumébe akart eljutni, annak most Ausztrián kellett átutaznia, ahol egyáltalán nem látták szívesen az átutazó magyarokat. Ezen felül az angol katonai hatóságok engedélyére is szükség volt, mert az összes sínpályát az ő vonataik használták. A következő város, Udine, egy szinte ismeretlen birodalom határán állt, melyről senki sem tudta, hogy Olaszország, Horvátország vagy Szlovénia, vagy pedig, az új nevén nevezve, Jugoszlávia. Ám elválasztotta az utazót Fiume magyar városától. Be kellett szereznie minden létező engedélyt, majd ékes szólással és egy maréknyi, még a vereség idején nyomott világos kék ezres bankjeggyel felszerelkezve, nekivágni az útnak. Menetrendszerű vonatok nem léteztek. Valahonnan felbukkant egy szerelvény, amelyen az otthonról elkerült triesztiek, isztriaiak hazautazhattak. Már a budapesti pályaudvaron elkezdődtek a bajok. A Duna északi partján levő sínpályát, mely a birodalom békés polgárait az egyik fővárosból a másikba szállította, most Csehszlovákia saját alattvalóinak tartotta fenn. A Duna déli partja mentén is volt egy pálya, a legendás időkben marhaszállításra szolgált, igen lassú, mivel hosszú szakaszokon a szokásos két sínpár helyett csak egy volt. Manapság, amikor Dél-Amerikából 24 óra alatt lehet Kanadába jutni. Nehéz elképzelni, hogy ugyanannyi időbe telt Budapestről Bécsbe utazni. Különös szerencse, hogy családunk minden földi java ingekből, nadrágokból, néhány régi lábosból és egy esőkalapból állt. Nem keltette fel a fegyveres határőrök gyanúját, hiszen egy szerény körülmények között élő cigány család sem hordott magával egyebet. Ha presztízsünket megőrizendő, luxus tárgyakat szeretnék felsorolni, csak anyám akvareljeit és paszteljeit említhetem, melyek nélkül tapottat sem mozdult volna. Bécsből vonatunk, mely kicsit a régi felfedezők hajóira hasonlított, délfelé vette az irányt. Apám okkal örült, hogy ennek a nehézkes járműnek nem aknamezőkön át vitt az útja. Vonatunknak határozottan polgári természete volt. Késő délután pihenni szeretett. 3-4 napig tartott, míg átkeltünk a Semmeringhágon, az Adria hívószavát követő utasok szerint a legnehezebb akadályon. Ott voltunk, ahol a közmondásos mádi zsidó. Ugyan semmit sem tudunk erről az oly gyakran emlegetett figuráról, de a történelemnél sokkal hatalmasabb legenda elmondja hírességének okát. A mádi zsidó, még a postakocsik korában, kibérelt egy fogatot éjszakai utazásra. A lovak készen álltak, a kocsis abakon ült, ő pedig ledőlt a kocsi belsejében és mélyen elaludt. Amikor reggel felébredt, azt hitte, hogy megérkezett úti céljához. Ehelyett csalódottan kellett megállapítania, hogy pontosan ott van, ahonnan elindult, Mádon. Ezt a vasút korában ritka eseményt rendszeresen megtapasztaltuk a forgalom csapdáiban veszteglő vonatunkon. Többször előfordult, hogy éjjeli utazásunk kezdetén szembe jött velünk egy angol katonai mozdony. És másnap reggel, nem messze tőlünk, ott borotválkoztak ő felsége, az akkor még aktív brit uralkodó hős katonái. Apám rögtön felismerte a Colgate cég termékének jellegzetes illatát. Apám beszélt a vasúti hivatalnokokkal, a minden állomáson jelenlevő angol tisztekkel, a jószándékú olaszokkal, akik ismerték az Isztria felé közlekedő kis helyi vasútvonalakat. Indulásunk után egy héttel festői vonatunk megérkezett Fiuméba. Egy igen tanulságos harcmezőn Gorizián utaztunk át. Vagy talán nem tanulságos egy kisgyerek számára, ha saját szemével látja az ágyúzások eredményét. A legjobban a templom tornyon tátongó hatalmas lyuk döbbentett meg.
Egy tucat szent tarthatta azt a tornyot, hogy ne dőljön le, mert alig maradt tégla, amin megálljon. Fiume a békebeli Magyarországként hatott. A pályaudvar éppen állt, előtte pedig kocsik vártak a fáradt utasokra, hogy kényelmes szállodába vigyék őket. A mi kocsink a korzó deákon hajtott végig. Az első út, melynek névtábláján egy előttem ismeretlen olasz szó mellett magyar államférfi neve áll, aki talán éppen egyike volt azoknak, akik latinra fordították Kossuth beszédét, és megalapították Fiume kikötőjét. Elhelyezkedtünk a szállodánkban, és miután aludtunk egyet egy igazi ágyban, elindultunk új oázisunk felderítésére. Az utcán számos idegen nyelv hallatszott, köztük a nekünk ismerősebb francia és angol, a tegnap előtti ellenség nyelve. A kifogástalan eleganciájú szövetséges tengerészek láthatóan jól érezték magukat. Talán visszaadják a kikötőnket. A Via Trieste 20 szám alatti lakást rögtön végleges otthonunkká választottuk. Emlékszem, a háziasszony, akit sohasem láttam, a jellegzetesen fiumei Signora Gerbac nevet viselte. Hiába találgattuk, hogy magyar volt-e vagy olasz, horvát, szerb, albán, özvegy vagy akszűz. Meg kellett tanulnom kívülről ezt a nevet és a ház címét, hogy visszataláljak ide, ha véletlenül eltévednék az idegen városban. Addig kellett ismételgetnem, amíg kétségbe vonhatatlanul tudtam. Nem volt nehéz visszatalálni. A ház néhány lépésnyire állt, és megint két új olasz szót kellett megtanulnom, a Giardino Publicótól. Ezt a szép parkot még a magyar beszélgetések során sem nevezték másképpen. Volt még két kaszárnya a dombra felkapaszkodó úton, az egyik a házunkon innen, a másik a házunkon túl. Mindkettőt könnyű megismerni komor, a K&K épületekre olyannyira jellemző külsejükről. Hová lettek a katonák? Bizonyára elég idejük volt arra, hogy elmeneküljenek, és talán nem is kellett túl messzire futniuk ahhoz, hogy hazaérjenek. Bosnyákok lehettek, azaz ő felsége Mohamedán alattvalói. A katonaságnál már jól ismerték őket. Ezek a hórihorgas balkániak alkalmatlanok voltak a modern ütközetekre, de kiválóan megfeleltek, amikor olyan városokat kellett megszállni, melyekről semmit sem tudtak. A háború utolsó szakaszában még Budapestet is ez a piros fezes helyőrség szállta meg. Rendes fiúk, akik gátlás nélkül belelőttek volna a népbe, melynek nyelvét nem értették, ha az jelét adta volna békevágyának, vagy rettenetes szó, a forradalmi terveinek. Ez Budapesten is megeshetett volna. Amikor már mindenki biztos volt a vereségben, amikor a németek Franciaországból Belgiumba vonultak vissza, Hindenburg és Ludendorff a kormánynál azonnali békét követelt, és az osztrák front összeomlott a Piavénál. Csupán az ország belsejében hitt még néhány makacs parancsnok a végső győzelemben, és akarta lelövetni a katonaszökevényeket. Aki valami harciasat akart látni, fel kellett kapaszkodnia a Gerbac ház utolsó emeletére. Itt lakott a Magyar Tengerészeti Akadémia tanára, egy békés természetű tengerészkapitány. Volt neki egy műszere, ami apámnak, a gyalogos kapitánynak hiányzott. Egy nagy távcső. El lehetett vele látni egészen a kikötőig, az ott álló nehéz angol hajóig, egy dreadnought, világosított fel a kedves professzor, és a kis francia cirkálóig. A séta közben látott tengerészek minden bizonnyal ezekről a mostanáig csak tengeri ütközeteket ábrázoló képeken látott hajókról jöttek. Délutánonként még a tengerben vízipólózó angolokat is láttuk a távcsővel. A sportot kevéssé kedvelő franciák a fedélzeten beszélgettek. Minden békés hangulatot árasztott, melyet csak apám zavart meg, amikor meglepő gyorsasággal felkutatta a magyar gimnáziumot, és beiratott az első osztályba.
épp akkor, amikor földrajzi, történelmi és nyelvi ismereteimet ilyen kellemes módon bővíthettem. Anyám az első napon nekilátott, hogy kitűnő francia tudását legalább a hal és zöldségpiacon használható olasz tudássá alakítsa át. Életünk úgy tűnt, ismét nyugodt és állandó volt. Danunció érkezéséről már az első pillanattól fogva több legenda keringett. Már nem tudom megkülönböztetni, melyiket hallottam akkor és melyiket később. Egy népi változat szerint a vállalkozás ötlete Milánóban született, egy Via San Pietro da Lortói intézményben, ahová az ifjú katonák azért járnak, hogy Vénusz segítségét kérjék Mars okozta sérelmükre. Mások szerint az eredetet Ronki városában kell keresni. Sajnos ez a város az összes meglevő térképemről hiányzik, ahol Danunció egy katonai gyűlésen vett részt. Felvetette a fiumei kirándulás ötletét, hiszen Magyarország messze volt, és már nem rendelkezett a város felett, melynek sorsáról a Versailles békekonferencia még nem mondott határozatot. Ez a festői város végül is senki földje volt. Amikor Danunció látta, hogy a senki földje szó megtetszett kalandos természetű barátainak, felugrott az asztalra és elkiáltotta magát: most én parancsolok! Ez elég volt ahhoz, hogy összegyűjjön vagy 200 fiatal ember. Azok, akik attól tartottak, hogy kénytelenek lesznek valami kevéssé költői állásban elhelyezkedni, szakácsként vagy villamosvezetőként. Erős a kísértés, hogy a most én parancsolok változatot fogadjam el. Azokban az időkben egy erélyes szó megváltoztatta a történelmet. Tankönyveinkben bőven találunk erre példát, főleg a római történelemből. A tanárok, akik hősi szellemre nevelik a fiatalságot, Pompeius örökérvényű szavait idézik, amikor a viharos tengertől megrettent hajósok előtt kijelentette, hogy navigare necesse est, vivere non necesse. Csak az nem volt előttem sose világos, hogy Danunció a hajójával érkezette, 6-7 tisztje és lovaik, valamint jóval számosabb klarinétos a társaságában, vagy pedig az egész vidám társaság ugyanazon a szerény, dicsőtettekhez méltatlan kis vonaton utazott, amelyen a mi békés kis családunk. Ha rajtam múlna a második verziót választanám, már csak azért is, mert a lovak, melyek kitűnően helyettesítették a páncélos járműveket, nehezen tűrik a torpedó rombolón való utazást. Egy ekkora társaságnak az öreg vasúton való szállítása nem vasárnapi kirándulás, hanem haditett. Talán még Olaszország történelmére is hatással volt. 2 évtizeden keresztül az olasz naptár időszámítása a Marcha su Rómával kezdődött. Ha jól megnézzük, a masírozás Róma felé is egy ilyen vasárnapi kirándulás volt, csak Perugiából indult. A Marcesu Fiume lelkes pártolói közt én is ott voltam, legalábbis akkor. Danunció elzavarta a magyar állami gimnáziumot. És ha valaki a fasizmus alatt megkérdezte volna tőlem, tiszta lelkiismerettel elmondhattam volna, hogy a katonaköltő egyik legbuzgóbb híve voltam. Melyik gyerek nem lenne hálás csodálója annak az embernek, aki bezáratja az iskolát? Fiume szűkében volt az újságoknak. A trieszti lapokat úgy hiszem kitiltották. A triesztiek cseppet sem örültek annak, hogy ősi riválisuk, Fiume, a boldog olasz királyság része lett. A biztosító társaságok nem vették jó néven, hogy egy bizonyos Triesztbe tartó hajót ágyúlövésekkel eltérítettek Fiuméba, és csak komoly összegre rúgó váltságdíj fejében adták vissza. A vezér a római újságokat sem ajánlott a híveinek. Ezek amúgy sem tartoztak a danunziói költemények kifinomult olvasó közönségéhez. A harcosok szerények, rendszerint megelégednek a szerelemmel, és lemondanak arról, ami più che l'amore, több, mint szerelem. A hitetlenek földjére, Udinébe vagy Triestbe küldött rendszeres expedíciók révén bizonyára megszerezték a Corriere dei Piccoli példányait. Nekik köszönhettem,
hogy Signor Bonaventura kalandjainak rendszeres olvasója lehettem. Írás közben jut eszembe, lehetséges, hogy később egy bizonyos Signor Benito szerencséjét a nevek hasonló hangzásának köszönhette. Igaz, hogy én gyászosan szerepeltem a 33. számú vasúti raktárban, ám nem mondhatom, hogy apám ragyogóan oldotta volna meg feladatát. Nehéz vállalkozás volt beszámolót írni Budapest részére. A leveleket csak Udinéből vagy Triestből lehetett elküldeni. A magyar postahivatal már régóta nem, az olasz pedig még nem működött. A vezér a maga zseniális módján oldotta meg a helyzetet. Bélyeget nyomatott a magyar államtól elkobzott nyomdában. A kisebb címleteken egy fiumei középület képe volt, melyet egykor a Habsburgok kétfejű sasa díszített, ám a katonaköltő ornitológiai és poétikai szempontoktól vezérelve lefűrészeltette az egyik fejét. A nagyobb címletekre kopasz, szinte császári feje volt nyomtatva. A bélyegeknek nagy sikerük volt, a világ bélyeggyűjtői elkapkodták. Csak azt nem lehetett tudni, hogy a postaszolgálat elvitte-e az így felbélyegzett leveleket. Apám kényelmetlennek, ám sokkal biztosabbnak tartotta Udinéből elküldeni budapesti levelezését. Levelet kapni sem volt egyszerű. Egy szóval, aki a külvilággal kapcsolatot akart tartani, annak minden héten be kellett utaznia Udinébe vagy Triestbe. Át kellett lépni, ha nem is határon, de egy demarkációs vonalon. És Isten, a jó sors, vagy egy nem törődöm, hazatérni vágyó határőr segítségében bízni. Budapest értesüléseket várt, és apámnak jól értesültnek kellett lennie. Ki is valójában ez a vezér? Talán a római kormánytejhatalmú képviselője? Vagy mégsem? Esetleg az olasz hadsereg főparancsnoka? Vagy a haditengerészet feje? Vagy a párizsi konferencia embere, az angolok és franciák, a világ új urainak barátja? Vagy nem küldte el egy intéssel az angol dreadnought és a francia cirkálót? Talán a leendő fiumei szabad állam királya? Apám fiumétől Triestig mindenhol kérdezősködött, ki ez a D'Annunzio? Nagy ember. Ez volt a fiatal lovastiszt véleménye is, akivel apám barátságot kötött. Néha ellátogatott hozzánk, szívesen elfogadott egy pohár bort és anyám süteményeit. Ősi nemzetségből származó nemes ember volt. Azt mondta, hogy Septimius Severus leszármazottja. Lehet, hogy tévedek, és Numa Pompiliusról van szó. Az ő kedvéért egy új mondatot kellett megtanulnom. Jó napot, főhadnagy úr! A főhadnagy természetesen sosem hallott fiuméban horgonyzó magyar hajókról. Hallott viszont a vezér hőstetteiről. A vezér volt a világ legjobb pilótája. Átrepült Bécs fölött egy vadászgéppel. Lebombázhatta volna a várost. Ehelyett nemes lélek, csak néhány szórólapot dobott le, és egy csokor fehér rózsát. Az olasz haditengerészet egyik legkiválóbb hajósa is volt. Egy kis motorcsónakkal szembeszállt a kattarói, vagy a bukkári volt, öbölben rejtőző osztrák flottával. Ezen felül jó atya volt katonáinak. És ezen a ponton a főhadnagy története meglepő módon egybevágott a triesztiek állításaival. Egyszer elküldte a torpedó rombolóját, hogy térítsen el egy hajót Fiuméba, és egy triesti biztosítótársasággal megkötendő tranzakció révén lássa el a létfontosságú pasztasútával a legénységet, és a harci erejük megőrzéséhez szükséges zabbal a lovakat. Lassanként megtudtunk egyes-mást Fiume uráról. A helyi politika főszereplője azt tette, amit egy politikusnak tennie kell. Tevékeny volt. Ezzel egy időben azt is tette, amit egy költőnek kell, győzedelmeskedett és papírlapokat írt tele. Mesteri stílusú kiáltványokat intézett a néphez, melyek, ha nem is a tudatlan halászok helyzetének, de legalább a nyelvének javításában felülmúlhatatlanok voltak. Ezen kívül, mivel tudta, hogy a jövő a történelmi jelentőségű mondások emberéjé, serényen munkálkodott a felszabadított város jövőjéért. Vagy elfoglalt. Birtokba vett. De ki fogja megtalálni a sok szó között azt, amit elfogad majd a történelem?
D'Annunzio művelt ember volt, az irodalom ismerője. Biztosan hallotta az orosz közmondást, miszerint amikor lobog a zászló, a trombitáki az igazság. Miután megoldotta az éhség és az igazság problémáját, a vezér szervezni kezdte a gyűléseket, ahol bebizonyíthatta a legjobb európai színpadokon kipróbált tehetségét. Ő volt a színész és a rendező. A város régi kormányzósági palotájának erkélyéről irányított mindent. Nagy szőnyegekkel vonta be a balkont. Ez volt az első díszlet. A lovasság, mind a hét lovas, a balkon alatt állt az erő és a hatalom jelképeként. Szemközt az erkéllyel állt a rezes banda. Már megtanulta a vezér kedvenc dalát. Igaz, színházi szerző, de nem a zenemestere, mely ezekkel az ártalmatlan szavakkal kezdődött: Giovinezza, Giovinezza, Primavera di Bellezza. Ifjúság, ifjúság, szépség tavasza. Nem volt éppen harci ének, bár egyhelyütt tőrök és bombák is szerepeltek. Inkább az ifjúság dicsőítésének tűnt, talán a vezér ifjúságáénak, noha nem volt messze 60. születésnapjától. Közönségével, bocsánat, seregével kitűnő kapcsolatot teremtett. Kezének bizonyos mozdulataira hívei a mágikus szavakat üvöltötték: ejá, ejá, elalá. És amikor a beszéd végén karját felemelte, felhangzott a drámai Italia o morte, Itália vagy halál. A vezér jól tudta, hogy nincs, mi jobban szítaná az életerőt, mint a halál pátosszal teli emlegetése. Amikor az öreg úr visszavonult, újból felharsantak a trombiták, és a sereg, melynek létszáma minden tésztaosztáskor nőtt, fáradhatatlanul zengte Giovinezza, Giovinezza. Apámnak feltétlen találkoznia kellett a mindenható D'Annunzióval. Ha volt valaki, aki a magyar hajókkal kapcsolatos kérdésekre válaszolni tudott, akkor ő volt az. Tény az, hogy apám mindenképpen kérdezősködni akart, a vezér viszont semmiképpen nem akart válaszolni. Nagyon is jól tudta, mit kíván ez a magyar vállalat, a hajóit. Ugyanúgy, mint a Trieste biztosítótársaság, mely visszakövetelte az elvett hajókat. Hiába, ilyenek ezek a civilek, nem értenek a katonai dolgokhoz. Még azt sem tudják, hogy a szabad csapat csak akkor dalol, ha jól lakott. Nem olvasták Monte Cuculi tábornokot, aki megmondta, mi az a három dolog, ami kell a háborúhoz. Pénz, pénz és pénz. Sőt, még a Bibliát sem olvasták. Ha olvasták volna, tudnák, hogy még Krisztus sírját sem őrizték ingyen. A Bibliában világosan megvan írva, hogy zsoldosok őrizték. És a zsoldosok zsoldot kapnak. Hogy is lehet zsoldot fizetni, mikor a hadműveletet egy költői felkiáltás indította el, és minden egyebet eltérített hajókkal, eladott erdőkkel és rögtönzött bélyegekkel kell előteremteni? Mennyivel egyszerűbb lenne eladni a hajókat rögtön az első vevőnek? De akkor újra kezdődne a tiltakozás, a telefonhívások sorozata Triestből Rómába, esetleg felháborodott újságcikke Magyarországon. Ez alatt apám így írt a hajózási társaságnak: mindent megkísérlek, kihallgatásra megyek. Egy napon el is ment. Panaszra nem lehetett oka. A vezér igen előzékenyen, kényelmes karosszékbe ültette. Úgy tűnt, nagy megkönnyebbülésére szolgált, amikor kiderült, hogy a hajóiért jövő magyar majdnem olyan jól beszélt olaszul, mint a fiumelyek. Apám azt szerette volna elmagyarázni, hogy a hajók nem egy volt, jelenlegi vagy jövőbeli, sem birodalmi, sem kommunista magyar kormány, hanem egyszerűen a Békés Atlantika magánvállalat tulajdona, azért hát érvelése nyilván nem volt elég meggyőző. Kijelentései nyomán a vezér nem hajlott döntéshozatalra. Mellé beszélt, információt kell gyűjteni el felsőbb utasításra, Róma, a szövetségesek, a párizsi konferencia döntéseire vár. Várni. Ez volt a jelszó. D'Annunzio talán arra várt, hogy fiú királyává koronázzák. Apám várta, hogy a hajók ügyével még egy ideig megkapja a fizetését. Illemből, diplomáciából még beszélgettek egy kicsit. Apám nem csak azt fedezte fel, hogy a vezér jobban beszélt nála olaszul, hanem azt is, hogy jól ismerte az olasz irodalmat. Nem mert vele az Orlando Furiosóról vitatkozni, de megemlítette Leopardi nevét. A költő úgy beszélt Leopardiról, mintha barátok lennének.
Ám most az ellenséges országból érkezett barbárnak is volt mondani valója. Leopardi pessimista filozófus volt. Apám többször elolvasta írásait, mert azok közé a nyugati filozófusok közé sorolta, akik valamilyen módon buddhista gondolatokat tükröznek. A beszélgetés mindkettőjüket érdekelte. A vezérnek valójában nem volt annyi dolga, hogy ne érjen rá egy órát beszélgetni. Búcsúzáskor további barátságos találkozásban állapodtak meg, kétségtelen, hogy jobban kedvelte a költészet témáját a hajókénál. Emlékszem, apám nem volt jókedvű. Mit ír most a főnökének? D'Annunziónál voltam, és elbeszélgettünk Leopardiról. Talán az erőszakos ember szerepében fenyegetőznie kellett volna. Neki, akinek még egy trombitása vagy klarinétosa sem volt. Valószínű, hogy a beszélgetés során egyikőjük sem tudta pontosan mi is történt, és mit hoz a holnap. Lehet, hogy apám a felesége mondására gondolt, hogy a történészek majd csak 20 év múlva értik meg a mostani helyzetet. Anyám most ez egyszer tévedett. Az elkövetkező 20 évben 1000 hazugság formálta át újra s újra D'Annunzió történetét. Volt egy minisztérium Olaszországban, aminek az volt a feladata, hogy a hazugságokat elhitesse a néppel, a nép költségén. A propaganda minisztérium. Mindenféle árut gyártott. Az egyszerű újságírói stílusú füllentéstől a patetikus, poétikus, epikus, lírikus legendáig. A legenda az egyházi ízű propaganda szó jelentését a felvilágosultabb korhoz illőre változtatta át. Így született meg a Népművelési Minisztérium. A miniszter őszentsége valódi aranysarkantyús vitéze volt. Ami azután történt, arra anyám kifejezése a legszerencsésebb. Oda csapta az asztalhoz a képes újságokat, és felkiáltott. Nézzétek, nézzétek csak! A kisfiú me annak tárta a nagy Olaszországot. Tagadhatatlan, hogy ott álltak megszázszorozódva a fekete fezes fiúk, és a fekete ingesek, és mindazt üvöltötték, ejjá, ejjá, álálá, éppen úgy, mint D'Annunzió idején a szabad csapat néhány katonája. 20 évig sok minden rejtve maradt, és még a torpedóromboló utolsó ütközetét sem írták meg, a kis hajójét, mely menekülésre kényszerítette a dreadnought. Mussolini, aki hálásan csodált mindent, ami pojácosság volt a fiumei hadműveletben, megkérdezte D'Annunziótól, hogyan róhatná le a haza, vagyis a maga háláját. A mester döntött. Hű hajóját, vagy legalábbis annak orrát kívánta kertjében felállítani. A kerti törpéknél sokkal hatásosabb dekoráció tökéletesre sikerült. A flotta 3 valódi eleven tengerésszel járult hozzá. Ők végezték a zászlóvonás szertartását, megfújták a trombita jeleket, tisztogatták a 2 kis ágyút, és szalutáltak a vezérnek, Giovinezza, Giovinezza. Az öreg emberben is ott van még a gyerek, és ez a gyerek játszani akar. Volt D'Annunziónak egy ellensége, a kertszomszéd. Amikor találkoztak, csak nem maga a galát Barbariccia volt az ellenség, mindkét oldalról repkedtek a szitkok, vagy ahogy Rómában mondják, a mokkolók. A játékszabály szerint szitkok ellen szitkokkal kell harcolni. De egy nemzeti hős nem éri be ennyivel. Egy napon D'Annunzió előhúzta revolverét és lőtt. Szerencsére nem a szomszédot találta el, hanem egy közeli káposztaágyást. A következő találkozás még ennyire sem volt barátságos. A katona költőnek, mikor tehetetlenül állt a klasszikus és tájnyelvi szitkok áradatában, melyet még abruzzói anyanyelve sem tudott túlszárnyalni, eszébe jutott a birodalmi, hol volt már a királyság, hadihajók listáján is nyilvántartott hajója. Felrohant a fedélzetre, legénység tüzelőállásba, célpont a szomszéd villa, célozz, tűz! Egyszerre robbant a lövés a 2 ágyú csőből. Bum! Szerencsére az elsüllyeszthetetlen hajó nem találta el a szomszéd villáját. Ám az ellenségnek is volt fegyvere. Előhúzta revolverét, és pontosan 12 golyót lőtt a levegőbe. Soha többé nem ment a gyászos emlékezetű szomszéd villa közelébe, soha többé nem lövetett a kis ágyúkkal, melyek a karsz lejtői felől fújó szeleknek is ellenálltak. Az öböl valódi ura a bóra és a sirokkó volt. Együtt kellett élni velük, mert túlélték a partok, a szigetek lakóit.
Mint a római konzuloknak, nekik is egyforma hatalmuk volt, csak az arcuk volt más. A bóra barátom és védelmezőm volt. Hideg szél a tiszta ég alatt, kemény a hajókhoz, de gyengéd a fejfájásban szenvedőkhöz. A bóra megfagyasztja a rossz szellemeket. Átugrik a karszton, és elsöpri a párát. A hegyek egész közelének tűnnek, a szigetek átlátszóak a hullámzó sáv előtt. A sirokkó meleg, kegyetlen, mint a sivatag lehelete. A migrénes nem is látja, ágyba menekül előle, úgysem marad le semmiről. A sirokkó mindent felmelegít és eltakar. Fiume színpadát a bóra idején közeli, a sirokkó alatt távoli szigetek uralták. Kívül álltak minden államon, nekik senki sem parancsolt. Életük az Adriától függött, mely a Danunzio úgy hívott Lamarissimo, azaz a keserű, de amelyet én és mindenki, aki a közelében élt, csak édes tengernek hívott. Egy napon levél érkezett Budapestről váratlanul. A vállalat értesítette apámat, hogy mivel a hajók visszaszerzésére irányuló kísérletek hiába valónak bizonyultak, nem tesznek további lépéseket, és javasolják, hogy késedelem nélkül térjen haza. Fiuméban mindnyájan vesztesek voltunk. Vesztes volt Fiume városa, melyet salamoni bölcsességgel választott ketté a párizsi békekonferencia. A jugoszláv város, Szuszák, a kis folyó bal partján, az olasz Fiume pedig a jobb parton. Így a só és halpiac a bal partra került, és a fiumeiek nem vásárolhattak, a horvátok meg nem árulhattak halat. A nagy városi fürdőtelep az adriai parton a szlávoké lett, akik viszont nagyon szerették volna a partra szállítani áruikat, ám a nagy kikötő az olaszok tulajdonában maradt. A megrakott vitorlásoknak azonban nem volt érdemes kikötniük, hiszen a dingye szállítmány úgysem juthatott el a piacra. Világosan bebizonyosodott tehát, sajnos ez a bizonyíték még a világon egy politikust sem győzött meg, hogy az idős urak tiszteletre méltó társasága hazafias meggyőződései ellenére sem tudta megoldani egy sosem látott messzi város problémáját. A világ történelemre, minden és mindenki bírájára maradt, hogy ezt a boldog várost a mai nyomorúságos állapotba juttassa. Szegény apám nem kapott fizetést. Nem volt mit tenni, csomagolni kellett, örülve, hogy kevés a holmi, és visszatérni valahogy Budapestre. A város nem kecsegtetett sok jóval, de neve a szép emlékű békeidőket idézte. Sok fiumei magyar indult útnak előttünk vagy utánunk, az újra rajzolt kontinensen utat kereső vonatokon, nem tudva, hogy az új Jugoszlávián vagy a régi Ausztrián utaznak-e át. Az emberek csak annyit értettek meg a történelemből, hogy Fiuméban sem a kenyerüket, sem az olajban sült rákjukat nem keresik már meg. Budapesten a Lénárd családnak semmije sem volt, az öreg Emi nénit leszámítva. Akármit is hall az ember egy életen át az öreg nénikékről, be kell látni, hogy a miénk nagyon jóságos asszony volt. Az opera mellett lakott a nála idősebb Rudi bácsival. A lakás nagyon tágas volt két idős embernek, de arra már alkalmatlan, hogy egy unokahúgnak férjel, két gyerekkel és szobalánnyal otthont adjon. Senki sem vetheti Emi néni szemére, hogy a gyerekeket és a szobalányt egy kis, sötét egérját a szobában helyezte el, ahol valamikor a jótékonysági vására félretett régi cipőket tárolták. Sosem tudtam meg, hol aludtak a szüleim.
A dicső időkből származó, hasonló budapesti elbeszélésekből gondolom, hogy talán az ebédlőben, a földre vetett matracokon. Ebben a helyzetben apámnak újra munka után kellett néznie. A békekonferenciának, mely a kisfiúmét véget nem érő vitatárgyává tette, sikerült a Habsburg birodalom helyén bábeli zűrzavart teremtenie. 400 éven át zavartalanul közlekedtek az árucikkek Prágából Bécsbe, a paradicsom Magyarországról Prágába, a lengyel sonkák mindenhová, ahol csak sonkát szeltek a kenyerükre az emberek, és ha valaki vásárolni vagy eladni akart, annak sem volt semmi akadálya. A dicséretes szándékú, földrajzban jártas angol szakemberek a franciák segítségével 2 vagy 3 ezer kilométernyi határvonallal többet rajzoltak, és pontosan tudták, mit akarnak, ám fütyültek arra, hogy mit akar Kelet-Európa. Rajzolgatások után egy vagonhagyma célba juttatása hősies föld- és vízrajzi vállalkozássá nemesült. Mindennek egyedül a szállítmányozók látták hasznát. Egyedül ők igazodtak ki az engedélykiadó, a vám és rendőri hivatalok útvesztőjében, egyedül ők tudták, melyik 10 államhoz tartoznak az egykor osztrák-magyarnak nevezett vasutak. Egy szállítmányozó hivatalban, esetünkben ez az Intercontinental, elkelt még valaki, aki 10 nyelven beszélt. Reménysugár apámnak, csak össze kellett csomagolni és Bécsbe utazni. Így apám a rajta szállítmányozó leszek vidám felkiáltással megint átlépte a határt. Apám sosem szabadult a gondolattól, hogy ez csak ideiglenes állás. Olyan, amit egy vesztes háború után fogad el az ember, amit aztán egy szép napon valami komolyabbra cserélhet. Különös. Bölcs apám még nem tudta, hogy az ember egész élete ideiglenes. Az egyetlen dolog, amire ezt a használhatatlan embert használni lehetett úgy, hogy ne okozzon kárt a cégnek, az volt, hogy a messziről, Triestből, Bukarestből, Konstantinápolyból érkező telefonhívásokra válaszolt. Kellett valaki, aki beszél olaszul, románul, törökül. Ha Németországot kellett hívni, apám volt az egyetlen ember a vállalatnál, majdhogy az egész világon, aki a bécsi dialektuson kívül a rajnai németet is beszélte. Ritka alkalmakkor angol és francia tudását is elővehette. Legboldogabb pillanatai talán azok voltak, amikor jött egy bajba jutott magyar, aki borát vagy marháit akarta eljuttatni a külföld egy titokzatos pontjára, és izzasztó, érthetetlen magyarázkodások után végre talált valakit, akivel megértetheti magát. Apám csúful, várt néhány pillanatot, hadd izzadjon és siránkozzon a jó ember, majd királyi gesztussal megkegyelmezett neki. Nos, rendben, kedves uram, ha önnek jobban tetszik, beszéljünk magyarul. Apám szombat esténként mesélte el nekem ezeket a történeteket, amikor értem jött a Tereziánumba. Ebben a tanintézetben oktattak a bécsi nyelvre, és mindarra, amit egy szerencsétlen gimnazistának tudnia kellett. Az ember nehezen szabadul illúzióitól. Apám hitte, hogy a távoli 1700-ban Mária Terézia császárnő által alapított intézet a háború ellenére is igen rangos, diákjainak ragyogó birodalmi karriert biztosító iskola. Valójában nem csak a birodalom hiányzott, hanem a leves, az el nem fagyott krumpli is. Volt egy tánctanárunk, aki a 11 éves gyerekeket arra oktatta, hogyan kell egy idős hölgynek kezet csókolni, és hogyan kell meghajolni, amikor táncra kérnek egy szép leányzót. A vesztes csaták okán az iskolának szakácsa sem volt, aki egy ehető kukoricakását főzött volna, ezért a kukoricalisztet szinte nyersen, lenyelhetetlen, kemény tégla formájában osztották szét. 14 éves korban kezdődtek a vívóleckék. Elengedhetetlenül fontosak a császári udvar lovagjai számára. Ám a reggelire adott lekváros kukoricatéglát még egy farkaséhes fiúcska sem bírta megenni. Egyet tehettünk. Megkértük egy felsőbb osztályba járó társunkat, hogy tapassza fel az egész átkozott kulimászt a falra, jó magasra. Amikor a dühöngő tanár a bűnöst kereste, ártatlan arccal mondhattuk, már elnézést, herr professzor, te én kicsi vagyok, nem érek fel ilyen magasra. Ami a tanítást illeti, ez természetesen latint és matematikát jelentett. Nekünk, magyaroknak, a tradíciók túlélik az államokat, kiváló tanáraink magyar nyelvet és irodalmat is tanítottak. De mégis az evés volt egyetlen beszédtémánk.
Reggel, a 10 órai szünetben, a nap minden órájában a státuszukra büszke terezianisták szaladtak ennivalót kéregetni a bejáró diákoktól. Akkoriban egy amerikai jótékonysági szervezet barnás színű süteményt osztogatott a bécsi gyerekeknek. A jótékonyság haszonélvezői nem voltak hajlandók megenni ezt a szemetet, és elhozták Mária Terézia szegényeinek. Mi hálás lélekkel fogadtuk el az éhhalál elleni ajándékot. A császárnő és a jótékony amerikaiak idején az egyetlen boldog pillanatom az volt, amikor szállítmányozó apám értem jött szombat délután. Azt hiszem, akkor vált meggyőződésemmé, hogy ő a világ legjobb embere. Először egy csemegeboltba tértünk be, mely emlékeimben eldorádóként él. Nincs az a szuperlatívus, ami leírhatná az élvezetet. Egy ihletett költő versbeszedhette volna extázisomat, ám apám csemege kereskedőjével nem érhetett föl semmi költői kísérlet, mert kenyeret, vajat, kolbászt és teát árult. Kevés szó esett beszélgetéseink során a szállítmányozó hivatalról. Az volt az érzésem, hogy apám egy csésze teával és a pirítóssal a kezében méltóbb helyen töltötte napjait. Azt mondta, hogy tanulmányt akar írni azokról a könyvekről, amelyek alapján Schopenhauer csak részben helyes képet próbált alkotni magának Gautama Buddha gondolatairól. Megértettem, hogy apámat annyira érdekelte egy szállítmány birka sorsa, amennyire egy átlagos bécsi szállítmányozó Schopenhauer művei. Sosem láttam apámat rossz kedvűnek. Ha volt valaki, aki mindennek ellenére nem adta fel a reményt, hát ő volt az. Először is azt remélte, hogy talál egy házat, ahol ellakhat az egész család. Egy napon ez a reménye beteljesült. Apám, aki, amint láttuk, minden gondját úgy oldotta meg, hogy összefutott az utcán egy régi barátjával, most egy tiszttel találkozott, akit a háborúból ismert. A tiszt a Bécstől nem messzire fekvő, kis Klosterneuburgban lévő házát kínálta eladásra. Apám gyors döntést hozott. Megvesszük a házat. Mindnyájan Klosterneuburgba megyünk. A Klosterneuburgi házat inkább kunyhó névvel kellene illetni. A kertben néhány ribizlibokron és pár tyúkon kívül nem volt semmi. Nem csak a fürdőszoba volt ismeretlen fogalom a környéken, de az egész városban nem volt egyetlen vízvezeték sem. Anyám meg azt hitte, hogy elhozhatja bútorait, melyek a szarajevói merénylet óta egy raktárban álltak. Azt remélte, hogy lesz egy külön gyerekszoba. Egy rövid szemle a helyszínen romba döntötte illúzióit. Be kell vallanom, anyám türelmes asszony volt. Évekig a legjobb magyar sebész mellett asszisztenskedett. Szó nélkül tűrte az életet Emi néni házában. De azt remélte, hogy egy szép napon ismét azt az egyedül emberhez méltónak tartott életet élheti, melyet polgári életformának nevezhetünk. Ki nem bocsátaná hát meg anyám véget nem érő sikoltozását, kiabálását és zokogását? A férje, aki már túl öreg volt ahhoz, hogy megváltozzon és megjöjjön az esze, már megint megbocsáthatatlan ostobaságot cselekedett. Meg lehet bocsátani, ha egy férfi dohányzik, vagy szombatonként úgy berúg, hogy 3 napig ki sem jön a házból. De hogy lehet megbocsátani egy filozófia doktornak, a keleti bölcsesség tudósának, ha elvállal egy nyomorúságos állást és szállítmányozó lesz? Meg lehet bocsátani ennek a szerencsétlennek, aki azt sem tudja, milyen egy ház, és a maradék nyílt és titkos tartalékokból egy kunyhót vásárol a világ végén, hogy oda költöztesse a családját? Anyám azért is tombolt, hogy a kunyhónak épp Ausztriában kell lennie, abban az országban, amelyért sohasem rajongott. Csodálatos magyarsággal beszélt, francia tudása tökéletes volt. A német sosem volt erőssége, és amikor szembe került a bécsi dialektussal, nyelvtudása végképp összeomlott. Ám ha már valaki, Isten bocsássa meg bűneit, Bécsbe költözik, akkor miért kell éppen Klosterneuburgba mennie? Egy ilyen helyen csak a Stiftben, a Tereziánummal együdős kolostorban élő Ágoston rendi szerzetesek érzik jól magukat. Apám érvelni próbált, már amennyire könnyek és átkozódás ellenében érvelni lehet. Sovány sikere volt, noha mai szemmel érvei semmivel sem tűnnek kevésbé észszerűnek, mint anyáméi. Azért fogadta el az állást, mert nem talált jobbat.
Azért Bécsben, mert Budapesten nem volt munka. Bécsben rettenetes lakáshiány van, és egy tisztességes ház ára elérhetetlen volt. Bécs sok szempontból ugyanabban a helyzetben volt, mint a magyar főváros. Már nem volt a birodalom központja, de ide menekült a minden elveszthetőt elvesztett ország összes szerencsétlene legyőzöttje. A függetlenné vált országokból, Csehszlovákiából, Lengyelországból, Bécsbe csődült osztrákok lakást és munkát kerestek. A háború alatt álltak az építkezések. Klosterneuburg. És újra visszatérünk apám ifjúságának Angliájához. Angliában megismerte az ingázókat, vagyis azokat az angol urakat, akik a tea and toast, és esetleg egy tányér porridge, két főttojás, és a dán szalonna elfogyasztása után hónuk alá csapják a Times-t, felszállnak a londoni vonatra, és jól lakottan, a politikai helyzetről értesülten, és vidáman érkeznek meg a hivatalba. Bár sose említette volna a vonatot. Ami a nyomorúságos szerelvényt illeti, mely reggelente Klosterneuburgból a munkahelyükre vitte a munkásokat és hivatalnokokat, anyám kétségbeesése és dühött kiabálása érthető volt. A vesztes háború eme elfelejtett maradványainak leírása helyett inkább elmondok egy kis történetet, mellyel a bécsiek szokták magukat vigasztalni. Egyszer egy rongyokba öltözött embert találtak a síneken fekve, nagy darab kenyérrel a kezében. Vigyázz, kiabáltak a járókelők, jön a vonat! Hadd jöjjön, meg akarok halni, szól az ember. Hát akkor ugyan miért tartogatja a kenyeret a kezében? Erre az öngyilkos jelölt. Meg akarok halni, igaz, de nem éhen, míg ide ér a következő vonat. Hozzátenném a Klosterneuburgi gimnázium német tanárjának leckéjét. Ő is, mint mindenki, hallott a gyakori vasúti balesetekről. Két gyakran összetévesztett szó, a baleset és a tragédia közötti különbséget akarta elmagyarázni nekünk. Ha a vonat befut az állomásra, egy úr megcsúszik a hibás lépcsőn, a kerekek alá kerül és meghal, az baleset, igen sajnálatos baleset. Viszont ha valaki a háború összes csatáját végigharcolta, sosem sebesült meg. A sok veszély után ugyanazon a kis vonaton tér haza, és mint előző példánkban a kerekek alá esik és meghal. Akkor elmondhatjuk, hogy ez az ember tragédia áldozata lett. Szüleim nem vitatkoztak a két szó helyes használatán. Mindketten belátták, hogy a rozog a kis vonatot, mely csak azért viselte Ferenc József nevét, mert elfelejtették átkeresztelni, semmiképpen sem lehetett összehasonlítani a puha ülésű vonatokkal, melyeken az angol birodalom gentlemanjei reggelente a füstölt halat és a Times híreit emésztették. Nem szívesen hallgattam, ahogy anyám apámat szitta. Most, fél évszázad múltán, nem hibáztatom érte. A háború előtt nagyon szép házunk volt. Apám szobájában nagyszerű buddha szobor gyűjtemény volt, anyám szobájában pedig régi magyar parasztkorsók és ünnepi népi csipkék. Az esküvőjük alkalmával méretre készített, nem boltban vásárolt bútordarabok kivétel nélkül hatalmasak voltak. Anyám festményei és apám testvérének, Róbert bácsinak a rajzai és részkarcai lógtak a falon. Hamar kiderült, hogy ha mindezt bezsúfolnánk új otthonunkba, rázárhatnánk az ajtót és mehetnénk aludni a szállodába, mert egy talpalatnyi hely sem maradna. A vereségek után az ember megél valahogy, és újra reménykedik. Ez esetben kölcsönt kértünk Emi nénitől, aki már elég öreg és bölcs volt ahhoz, hogy tudja, ezt a pénzt a Lénárd család sosem fogja visszaadni. Egy építész két szobát toldott a földszinthez, és három apró hálószobát az emelethez. A legnagyobbik a nővérem, Hanzi műterme lett, a legkisebb az én háló és tanuló fülkém. Még egy évig szó sem volt nyugodt és rendszeres életről. Apám bár csüggetképpel, de továbbra is hagyma és birka szállítmányozással foglalkozott. A festői Klosterneuburg gimnáziuma messze volt. E történelmi intézményben folytattam tanulmányaimat. Most már értettem a bécsi nyelvet, de egyre kevésbé ismertem magát a várost, melyet nem volt alkalmam bejárni. Nagy eseménynek számított, ha vasárnaponként apám elvitt az aranybárány szállóba.
Ez volt az egyetlen magyar cégérő intézmény, a történelmi időkben a magyar kereskedők és arisztokraták találkozóhelye. Itt még a pincérek is Bécsbe került magyarok voltak, és német tudás nélkül is el lehetett lenni. Mindig azt hittem, hogy egyszer minden rendbe jön, elfelejthetem a németet, és beköltözhetek az aranybárányba. El is cseréltem tehát Bécset. Igaz, nem Magyarországra, mely egyre inkább a regények és a történelemkönyvek helyszínévé vált számomra, hanem Klosterneuburg szerény városára, mely annak, aki nem bízta magát a kis vonatra, nagyon messze volt Bécstől. Ezért nem is tudom elmondani, milyen volt a főváros a 20-as években. Csak annyit tudok, amit egy kortárs, egy gyerek tudhat, aki néha többet lát, mint a felnőttek, mert tekintete fiatalabb, és mert nem gyűjtötte még össze a minden helyzetre érvényes előítéletek és szabályok kincsestárát. Egy tényről híven beszámolhatok, nem tartok attól, hogy meghazudtolnának, Bécs nagyon boldogtalan város volt. Felesleges a kék Dunakeringő birodalmi dicsőségéről álmodozni. Az utolsó császár úgy köhögött, mint egy bús, sokgyermekes funkhali elítélt. Schönbrunn csecsemők és dajkáik városligete lett. A turisták városa még nem született meg. Hiszen miféle turista jött volna az ellenség fővárosába? A győzteseknek, az angoloknak és a franciáknak is más volt a gondjuk. Talán még ki sem találták a turista szót. Távoli történelmi perspektívából nézve hozzátehetjük, hogy Franz Kafka volt az egyetlen jelentős külföldi, aki ezekben az években Ausztriába jött. Amikor megérkezett, a többi menekültnél is elveszettebb lett. Lengyel zsidó családját a német zsidók lenézték, a csehek is lenézték, mint prágai németet. Már csak meghalni jött Ausztriába. Egy szomorú kórházat választott épp Klosterneuburg mellett. Senki sem vette észre, hogy meghalt. Vereség után csak a mozi intézménye vigasztalta a szenvedőket. Néma mozi természetesen. A luxus mozikban a filmet valódi zenekar kísérte. Klosterneuburgban vasárnaponként egy hegedűsből és egy zongoristából állt a zenekar. A két zenész együttműködése harmonikus volt. Megkönnyítették egymás munkáját. Hol a hegedűs ment ki meleg kolbászt enni, hol a zongorista szomjazott meg egy háborús vagy szerelmes jelenet alatt, ilyenkor a hegedűs egyedül szólaltatta meg a tenger hullámait, a vihart, vagy ami épp eszébe jutott. Néha együtt próbáltak nagy hatású effektusokat létrehozni. Egy berlini társaság, az UFA fedezte Ausztria filmigényének nagy részét. Berlin környékén egy homokdombot építettek, és mellé egy megkapó papírmasé piramist. Kitűnően megfelelt a bibliai fáraók és nyilazó katonáik megjelenítésére. Amikor a vásznon bibliai jelenetek peregtek, a zenekar mély átérzéssel játszotta a Stille Nacht, Heilige Nachtot. A porosz filmvállalat nem szívesen pazarolta a homokdombot és a piramist egyetlen fáraóra. Hamar rájöttek, hogy a díszlet ideális Napóleon és a mamelukok csatájához. A történelmi színtéren nem sokkal később, ugyanazon a lovon, ugyanazokkal, ám most a régi francia gárdaruhájába bújtatott katonákkal körülvéve, megjelent a fehérnadrágos Napóleon császár. A zenekar alkalmazkodott a megváltozott történelmi helyzethez, és a Radetzky marsot játszotta.
Mégis az amerikai film volt a vesztes Európa számtalan szenvedőjének valódi vigasza. Nem tagadom, apám is eleljárt vasárnap este a Klosterneuburgi kis moziba. Ő sem állt ellent a hollywoodi jó hír, hogy ne mondjam evangélium kísértő szavának, mely szerint a bűn mindig elnyeri büntetését, és győznek a jók, meg az igazság. Ez nem volt történelem. Még annyira sem, mint a fáraó és Napóleon vitatható tettei. De az embereknek nagyon jól esett. A valódi történelemben a nagy csaták győztesei mindig elvesztették az utolsó ütközetet, és vereséget szenvedtek. Ártatlan városokat dúltak fel és égettek porrá. Még a győztes országoknak a mindennapi életben bölcs vezetői is a földrengéseknél is pusztítóbb békeszerződéseket kötöttek. A valóság hétfő reggeltől a következő vasárnapig őrültek által rajzolt határok között játszódott. De a vasárnap esti amerikai film egy jobb világról mesélt. A jókat kamrába záratták és kötéllel fenyegethették, éppen úgy, mint egy kommunista ország polgárait. De mielőtt a film véget ért, jobban mondva, mielőtt a zongorista egy újabb korsó sörért indult volna, mielőtt a hegedűs nekiült volna a szalámis vajas kenyerének, minden jóra fordult. A nézők talpra ugrottak. A gyerekek és a felnőttek ugráltak, mint a bolondok, visszafolythatatlanul felkiáltottak. Jönnek a mieink! És senki sem kételkedett abban, hogy egy igazságos világban élünk, ahol minden sérelmet jóvá tesznek, ahol csak egy kis türelem kell, és kiderül, hogy nem lett volna szabad feladni a reményt. A szerencsétlen osztrák polgár egyszer már elveszítette minden reményét, és most minden héten újra elveszítette. De vasárnap esténként megint visszanyerhette. Talán az utolsó történelmi esemény, melyet apám még saját szemével látott, és amelyből reményt merített, egy kis egér, a rajzfilmek Mickey egerének megjelenése volt. Minthogy ezek a filmújdonságok nem jutottak el a mi kis mozinkba, apám valószínűleg Bécsben látta, és elmesélte nekem a történetet. Még maga Mickey egér sem lehetett volna boldogabb, bár azt hiszem, hogy a mozinkban lakó egerekre sosem volt nagy hatással ez a remek film. A kisegér a való világban szegény üldözött lény. Az emberek örök időktől kezdve a macskák oldalán állnak. Egérfogóval, méreggel üldözik szegény egérkéket. Sorsuk az, hogy végül minden csatát elveszítsenek. Ám a mozi világa a szenvedők vigasza. Ahol a jók legyőzik a gonoszokat, ott a szegény kisegér is győzedelmeskedik a gonosz macska felett. A két háború közötti 20 év cseppet sem hasonlított arra, amit békének szokás nevezni. Az egyik generáció azzal a szándékkal vetett véget a világháborúnak, hogy bármely áldozatra képes azért, nehogy megismétlődjenek ezek az események. A következő generáció egyébben sem törődött, mint hogy az elkövetkező háborút az előzőnél még hatékonyabbá tegye. Még a kis államok is, melyek immár szabad és békés népek hazája lehettek volna, generálisok kinevezésével és ágyuk vásárlásával kezdték független létüket. Ha ma el akarom mesélni, mit élt át apám a békés lelkek szigetén, melyet később még látott elsüllyedni a viharban, azon a nyári napon, amit az utókor az ultimátum napjaként emleget, nincs sok mondani valóm. Elég soká élt ahhoz, hogy lássa kenyérjegy eltűnését, az amerikai filmek megjelenését, és tegyük hozzá a jólét harmadik jelképét, még látta a kávé visszatérését. A varázslatos arábiai cserje és a szarajevói merénylet egyik áldozata lett. Magyarország elvesztette Fiumei kikötőjét, Ausztria a Triestit. A kávénak pedig nem volt sürgős, hogy boldoggá tegye az imperialista láncoktól felszabadított országokat. Arábiát, amely az iszlám pápája, a szultán uralma alatt sok évszázadon át békés ország volt, most számos apró, úgynevezett független nemzetre osztották fel. Ez azt jelentette, hogy most ott egy tucat sejk és sivatagi rabló szabjája parancsolt, míg térképe félelmetesen hasonlított Európa térképéhez. A kávé most még távolabbi, még ismeretlenebb országokból érkezett, Dél-Amerikából,
melyről a szegény európai épp oly keveset tudott, mint Wilson elnök Európáról. Apám számára a kávé a visszanyert béke jelképe volt. Nem munka közben vagy utcán elfogyasztandó ital. A vasárnapi ebédet követő szent szertartás kellett ahhoz, hogy a drágán vásárolt nedűt kortyolhassa. A sivatagot szimbolizáló kávé neki, aki járt Törökországban, alkalmat adott arra, hogy előhozakodjék a törökök bölcsességével. Apám bölcsességéhez orvosi intelmek nem tartoztak, ám szívesen kihasználta ezeket az alkalmakat, hogy elmondjon egy-egy élet meghosszabbító keleti bölcsességet. A törökök reggeltől estig szívják a nargilét, a vízipipát, mégis élnek. És miért? Mert közben mindig forró, erős kávét isznak. Kutyaharapás szőrével. Az egyik méreg mérgezi a másikat. Sok kávét kell inni. Szívesen mesélgette a török dervis Nasreddin Hodzsa szellemes és felejthetetlenül bölcs történeteit is. A mesék akkor jöttek, amikor elkészült a kávé. Ez igen bonyolult eljárást igényelt. Szép, színezüst kávéfőzőnk valószínűleg Grossmutter Johanna fegyvertárából származott, aki konyháját a Német Szakácsművészet Múzeumává változtatta. Voltak ott titokzatos kések, soha ki nem derített célokra használt edények, és egy lyukas üvegkupolával fedett, alkohollánggal melegíthető gömbölyű szerkezet, a kávéfőző. A kávé az egyik titkos tartályba került, a víz egy másikba, és miután sok alkohol elégett, a kávégőze felszállt a kupola nyílásán keresztül, ám a kávé közel sem volt még kész. A gőz, mintha a felbőszült Vezúvból törne föl. Betöltötte a szobát. A fehér gőzkitörés után a fémcsapból néhány csepp kávé folyt ki, éppen egy kocka cukorra elegendő a gyerekek nagy örömére. Ezután, mikor a tűzhányó lecsillapodott, az ezeregy éjszaka meséjébe illő folyadék 2-3 csészét is megtöltött. Ez volt a Hodzsa történetének a pillanata. Tudjátok-e, hogy is volt, amikor ellopták Hodzsa szamarát? Pompás szamár volt, gazdája büszkesége. Nem is győzte fűnek fának mesélni, hogy micsoda szamara van, a legjobb, a legjámborabb, a legengedelmesebb szamár a világon. Nélküle bizony sanyarú lenne mostani vidám élete. Egy szép napon mi történt? Hodzsa lement az emeletről az istállóba, és üresen találta. Kétség nem fér hozzá, ellopták az éjjel a szamarat. Kiáltozik, szitkozódik a Hodzsa, keservesen sír az öregasszony. Mi lesz velük a szamár nélkül? Hogy hozzák haza földjükről a padlizsánt, a görög dinnyét, a sárga dinnyét? A sopánkodásra összefut a szomszédság. Jó tanácsokat adnak, magyaráznak. Így szól az egyik. A te hibád, Nasreddin Hodzsa. Egy jó kutyát kellett volna a szamár mellett tartanod, akkor nem vitték volna el a rablók. A te hibád, Nasreddin Hodzsa, mondja a másik. Az istállóban kellett volna aludnod, nem az emeleten. Nem csoda, hogy a rablók elvitték a szamaradat. Úgy bizony a te hibád, tódítja egy harmadik. Ha felakasztottál volna egy lámpást az udvaron, és nem fukarkodsz az olajjal, nem jöttek volna be a rablók. Ahogy Hodzsa hallgatott, mindenki szavára rábólintott, hogy igazuk van. De a végén megkérdezte őket. Nem gondoljátok, hogy egy kicsit azért a rablók is hibásak? Vasárnap délután a zene ideje. Akkoriban más idők jártak. Itt-ott volt már ugyan rádió, de senkinek sem jutott eszébe, hogy megvásárolja ezt a bonyolult szerkezetet, pókhálószerű antennát állítson a háztetőre, és fülét egy fejhallgatóra tapassza, mint viharos tengeren a hajórádiós. Hangszórók, az emberiség szerencséjére vagy bal szerencséjére, még nem léteztek. A televíziót pedig csak egy módszázadi francia csillagász jósolta meg a világ végéről szóló könyvében. A gramofon olyan súlyos volt, hogy 2 ember cipelte, kemény munkával 10 percig szerelte ahhoz, hogy aztán 5 percig szóljon. A lemezekről főleg némely katonai induló, elmaradhatatlan nápolyi dal Caruso előadásában, vagy az igazi művészet nevében
Puccini zenéje szólt. Hogy a rettentő szerkezet egyszer kamaramuzsikát is játszon, ez túl fantasztikus gondolat volt ahhoz, hogy ki lehessen mondani. Apám érdeme volt, hogy a zene nem maradt ki az életemből. Bár nem volt nagy zenész, mégis el tudta játszani Bach kis prelúdiumait és fúgáit. Merem állítani, hogy soha nem hallottam olyan szépen, olyan hűségesen Bachi nyelven játszani őket, mint amikor apám, elnézést kérve a gyakorlat hiányáért, tudjátok, volt egy világháború, a zongorához ült egy kötettel. A Klosterneuburg és Bécs között járó kis vonat utasai látásból mind ismerték egymást. A minisztériumok, a pénzügy vagy a só- és dohányügyi minisztérium tisztviselői, volt hivatásos katonatisztek, valami csoda folytán új állást találtak. Volt egy angol tanár is, aki évek óta mindent megpróbált azért, hogy az angol nyelv bekerüljön a Klosterneuburgi gimnázium tantárgyai közé. A háború előtti csodálatos Angliában a társaság egy szót sem váltva tette volna meg az utat. Az időjárásról és a királyi családról való beszélgetést fenntartották a nap jelentősebb alkalmaira. Ausztriában nem voltak efféle szabályok, és az utasok átadhatták magukat kedvenc játékuknak, a Raunzennak, azaz a zúgolódásnak. Egy tapasztalt zúgolódónak mindig bőven volt témája. A 20-as években ez könnyen ment, és hála a köztársaság szabad szellemének zúgolódásába belefoglalhatta a néhai Ferenc Józsefet, épp úgy, mint késői utódját, az új köztársasági elnököt, a közismert Bella nevű, rekorddöntő fejőstehén tulajdonosát. Azt hiszem, apám jött rá arra, hogy az utazás idejét másképp is jól el lehet tölteni, nem csak zúgolódással. Volt 10-15 különböző korú úr, akik például a Klosterneuburgi katedrális utolsó egyházi zenei hangversenyéről, vagy az évenként megrendezett képkiállításról is tudtak beszélgetni. Így vidámabb hangulatban érkeztek Bécsbe. Idővel egyfajta klubbá alakultak, utasok egyesületévé. Szabályzat, bérlet, elnök és titkár nélküli, ám tetrekész klubbá. Egyik kedvelt akciójuk az volt, hogy amikor Bécsbe érkeztek, a helyükön maradtak. A kis vonat hamar kiürült, csak ezek az urak folytatták zavartalanul vitájukat a Dunaklosterneuburgi holtágán építendő új fürdőtelepről. A kalauz észrevette őket. Rajta, uraim, megérkeztünk. A klub hitetlenkedve. Kalauz úr, egészen bizonyos ön, hogy ez a bécsi pályaudvar? Az ördögben maguk évek óta utaznak ezen a vonaton. Senki sem mozdult. Majd az egyik klubtag megjegyezte, mintha a Párizsi Gare de Lyon lenne. Egy másik. Nem a Victoria Station? Nem. Azt hiszem, az innsbrucki állomás. A kalauz felbőszült. Kifelé, kifelé mindenki? Részegek maguk, a vonatnak be kell állni a hármas vágányra. 7 óra 52-kor indul. Csendőrt hívok. A csendőr a hatóság képviselőjének méltóságával közeledett. A törvény nevében felszólítom magukat a vagon kiürítésére, aki ellenáll, bírsággal vagy börtönnel büntethető. Az urak, feladva a hősi ellenállást, tragikus képpel egyenként leszálltak a vonatról. A pályaudvar előtt az egész társaság fergeteges kacajban tört ki. A tréfa sikerült. Az unalmas utazás szórakozássá vált. Miután... jól lehet húzódozva. Belátták, hogy az állomás valóban a bécsi Ferenc József pályaudvar, ezzel még nem ért véget apám utazása. Villamossal folytatta útját, ez volt a város egyetlen tömegközlekedési eszköze, buszok nem voltak. A villamosról a Ringen szállt le. Onnan régi kis utcákon gyalogolt át a Stefanskirche irányába. Egy fiatalember negyed óra alatt tette volna meg ezt az utolsó szakaszt. Egy 48 éves férfinak, világháborúval a háta mögött, fél óránál nem telt kevesebbe, ha csak nem akart kimerülten megérkezni úti céljához, az íróasztalához. Elképzelem, ahogy leült, fáradtan, arra gondolva, hogy messze van még a visszautazás. Jól lehet, az interkontinentál szállítmányozó vállalat irodái, egy kellemetlen, zsúfolt, magas házak közé szorított épület, semmivel sem voltak vonzóbbak a Sing Sing műhelyeinél. Láttam távolról a Hudson folyó feletti hírhedt börtönt, és szinte rokonszenvesebbnek találtam.
Úgy vélem, apám mégis nagyra becsülte íróasztalának egy tulajdonságát. Egy cseppet sem volt veszélyes. Még a kis vonaton való utazás is végződhetett, amint a példák mutatják, balesettel vagy tragédiával. Hány utat megtett már azelőtt? Az út Konstantinápolyból az Adria ismeretlen kikötőjébe aknamezőkön átvezetett. A kis-ázsiai expedíció tífuszos vagy egyenest kolerás területekre vitte a kíváncsi kutatókat. Az alpesi menedékházak, ha nem is érte őket váratlan bombatámadás, bármikor örökre eltűnhettek egy lavina görgeteg alatt. Az íróasztalára támaszkodva legalább joggal érezheti magát biztonságban az ember. Okosabb lenne lemondani a biztonság szóhasználatáról. Káoszban élünk, vonatok és fegyverek segítsége nélkül is bármely baleset és bármely tragédia megtörténhet. Egy békés februári napon apám karját az íróasztalára tette, fejét ráhajtotta. Nyugodt, könnyed mozdulat volt. A többi hivatalnok is így értelmezte. Barátunk sokat ivott tegnap este. Talán haza sem ment tegnap, hanem itt aludt a városban egy idegen ágyon. Gyakran hallottam, hogy a hivatalban jókat lehet aludni. Csak kis idő múlva, talán fél órával később gondolták a barátai, hogy ideje az alvót felébreszteni. Apám már halott volt. Az ember küzd a valóság ellen, nem hisz a halálnak. Telefonáltak egy magánklinika elsősegélyszolgálatának, bevitték a műtőbe a férfit, akinek kétségtelenül a szívével történt valami. Az orvosok megmérték a vérnyomását, meghallgatták a szívverését, de már nem volt mit tenni. A szélütés diagnózisa egyértelmű volt. Telefonálni kellett Klosterneuburgba. Az iroda vezetőit kellemetlenül érintette a szokatlan baleset. Senki nem dolgozik szívesen egy olyan helyen, ahol ilyesmi megtörténhet. Senki nem akarja holnap ugyanannál az íróasztalnál ülve folytatni a munkát. Kiadtak tehát egy közleményt, miszerint egyik legfontosabb munkatársuk rosszul lett az irodában, és a város egyik klinikáján halt meg. Apám értette a tréfát, már nem várta el, hogy a hivatalos közlemények igazat mondjanak. Egy mosolyjal elfogadta volna ezt a változatot. Nem elég, ha azt mondom, hogy túl korán történt ez a tragédia. Túl keveset ismertem meg apám nagy bölcsességéből, nem hallottam kalandos élete valamennyi számtalan történetét. Nem olvashattam el könyvét Buddha életéről, mert nem volt ideje megírni. Ez lett volna művének harmadik kötete. Még emlékszem egyik legkedvesebb történetére. Egy megvadult elefánt pusztított a faluban. Buddha elé ment, megállt vele szemben, végtelen könyörülettel, végtelen szeretettel nézte az elefántot. A megvadult elefánt megnyugodott, hátat fordított, és lassan elment. Sokáig hittem, hogy a történet igaz, hiszen apám is végtelen könyörülettel, végtelen szeretettel oldotta meg problémáit. De később átéltem Hitler, sőt Sztálin korát, és elvesztettem meggyőződésemet, hogy egy Gautama Buddha még segíthet az emberiségen. Immár apámra gondolok, és szomorúbb vagyok, mint valaha. Thank you.
Lénárd Sándor, Dona Emmában, 1972. április 13-án bekövetkezett halála előtt, néhány hónappal olaszul diktálta ezt az írást. Érthető tehát, hogy tartalmaz pontatlanságokat, és mondatszerkesztését erősen befolyásolják az általa beszélt és írott nyelvek.